2022. októberében állították forgalomban immáron elektromos vontatóként, és nem csak a Transpet, hanem a Schaeffler felirat is ott van tehát a vontatmányon, a felépítményen, hiszen hát ennek a két cégnek az innovatív gondolkodása és a nyitottsága mindenképpen kellett ahhoz, hogy megvalósulhasson ez az átépítés, és ez a működőképes elektromos vontató. Három hónapot vett egyébként igénybe maga az átalakítás, és hát ahogyan azt hallhatták, az Elektro meg a végezte az átalakítást. Hogyha erről a cégről szeretnének információkat megtudni, akkor az elektromega.hu oldalon meg is találják ezeket. És ez az a méltóság teljes, kényelmes, lassú gurulás, amely közben megnézhetjük ezt a tisztán elektromos vontatót. Mondom akkor a fogyasztást, erről már szó esett, 42 liter 100 kilométeren városban, ugye, hogyha nagy tömeget, nagy terhet kell megmozgatni, lefékezni, újra mozgásban lendíteni, az bizony hát égeti a gázolajat. Elektromos vontatóként pedig 1,79 kWh kilométerenként, vagy 256 amperóra 100 kilométeren. Az egy töltéssel megtehető hatótávolság azt hiszem a legfontosabb kérdés egy elektromos jármű esetén. Rakománnyal a számításaink és a tesztek szerint 100 kilométert képes tehát megtenni ez az elektromos vontató, ugye erről is szó esett korábban. Rakomány nélkül pedig ennek a duplája az egy feltöltéssel megtehető távolság 200 kilométer. 6 darab akkumulátor van egyéb iránt ebben a járműben, és ahogy arról már szintén szó esett, 316 lóerő a teljesítménye, hogyha mindenképpen átszámolnánk erre a mértékegységre. Fokozatmentes váltó, ugye ez is elhangzott a beszélgetésben, tulajdonképpen nincs is váltó a járműben, direkt hajtással van motor a differenciálműhöz csatolva, hozzá kötve. A töltési idő is szóba került már, hogy az is egy nagyon fontos kérdés, még az elektromos járművek esetében. Hát nulláról 5 órán keresztül kell tölteni, tehát 5 óra alatt föl lehet tölteni teljesen lemerült állapotról a teljes töltöttségig. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy megsüvegelendő adat. És ugye a napi 4 fordulós fuvar feladatot nagyjából 95 kilométer tesz majd meg naponta. A számítások szerint egyéb iránt 34 ezer kilométert fut majd egy évben. Ez mondjuk az Magyarország-Új-Zéland távolságnak a kétszerese, hogyha átszámolnák. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy élőben nézték meg ezt a vontatót, és akkor most arra kérjük a pilótát, hogy a parkolóhelyét foglalja el, mert még mindig nincs vége az ünnepélyes aktusoknak ezen a szép napon, hiszen ahogy már elhangzott, ha nem is átadni, de mindenképpen szeretnénk ünnepélyesen üzembe helyezni ezt a teljesen elektromos vontatót, amelynek a festése is egyébként nagyon rendben van. Azt hiszem, hát ez így ízlés dolga, de nagyon-nagyon szépen tükrözi azt, hogy megpróbál a lehető legkevésbé környezetterhelő lenni, ami a lokális környezetterhelést illeti. Megosztanak erről is a vélemények, pontosan tudom, hogy az ördög ügyvédjei mindig azt mondják, hogy igen, az akkumulátorok előállítása, az áram, amivel töltjük, így is így tovább, ez teljesen helytálló, és ezekkel foglalkoznia kell az emberiségnek, de azt hiszem, hogy az már önmagában egy nagy pozitívum, hogy zajterhelés és károsanyag kibocsátás nélkül tudja megtenni a napi fuvarjait egy ilyen teherautó két egymáshoz meglehetősen közel lévő logisztikai központ között. Ez azt hiszem, hogy mindenképpen fontos. Egyébként pedig 40 ezer kilogrammal kevesebb széndioxid kerül a levegőbe egy év alatt, hogyha egy ilyen autót használunk, és ráadásul még több mint 6 kg nitrogénoxid szennyezéstől is mentesíti a város, tehát azt sem kell belélegeznünk. És ezek mindenképpen fontos információk. A zaj és a szállópor terhelés is ugye jelentősen csökken, ahogy ez már szintén elhangzott a panelbeszélgetésben. És akkor most elfoglalja a rajt pozícióját a vontató, hogy aztán majd a nap utolsó ünnepélyes elemeként két ügyvezető, egészen pontosan a Transped és az FIG ügyvezetője ünnepélyesen üzembe helyezze, azaz feltegye tölteni a járművet. Igen, sok hangja tényleg nincs. És ez megtörtént. És megvárjuk természetesen akkor a kollégákat. Pillanat, még ne kapkodják el az ügyvezető urak, érkezzenek meg a média munkatársai, és tisztelettel felkérem tehát a Transped ügyvezetőjét,
Fülöp Szabolcsot és az FAG ügyvezetőjét, Szabó Pétert, hogy tegyék fel tölteni a járművet. Nagyon szépen köszönjük, jár a taps, így van, jár a nováció. Maskert KFT képviseletében többen is, hiszen ahogyan hallhattuk, egy régóta üzemelő családi vállalkozásról van szó. Szóval, feltettük tehát tölteni magát az elektromos vontatót, és mostantól azok, akik Debrecenben és Debrecen környékén járnak, élnek, bizony naponta találkozhatnak majd a környéken ezzel a teljesen elektromos vontatóval.